Cutor Zoltán zenész a mai Más Világ vendégem. És nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is köszönöm. Mert így elvileg politikai pályán más ligába játszunk, de már találkoztunk, mert egyszer eljöttél a Három Királyfi mozgalom pedagógus vitájára. A Hová tűnt Mocsári őrnagyot, őrnagy című dokumentumfilmet választottad. Ez ugye egy Dombkanyarban eltűnt apukának a történetéről szól. Miért ezt a filmet választottad? Hát több személyes kapcsolódásom is van ehhez a dokumentumfilmhez. Először is maga az alaptörténet, hogy elmegy egy édesapa, aki nagyon szereti a gyerekeit, és a frontról nem csak ír, hanem hangüzeneteket is küld, és azokat az archív felvételeket hallgatva nekem nem tudott nem eszembe jutni, hogy én mikor távol vagyok, akkor milyen üzeneteket küldök a saját gyerekeimnek, és hogy hiányoznak. És aztán megismerve később, vagy meglátva a filmből a felnőtt, sőt már idős gyerekét, illetve gyerekeit, hogy hogy állnak hozzá, és hogy emlékeznek, és mennyire megérinti még őket a mai napig a háborúban, a II. Világháborúban elvesztett édesapjuk sorsa. Az ilyen nagyon, nagyon atavisztikus, nagyon ősi érzéseket keltett bennem. Meg hát szép a történet, szerintem minden magyar családban, vagy majdnem minden magyar családban van egy nagyon személyes nagyapa történet a II. Világháborúból, az én családomból is szörnyű dolgokat, tehát nagyon, nagyon tragikus dolgokat mesélt az én nagypapám, aki annak idején a délvidéki bevonulásban vett részt, és mikor látta, hogy ott mi történik, akkor katonaszökevény volt, de aztán utána még az oroszok elől is menekült, és majdnem belehalt, tifuszosan, tetvesen, 30 kilósan jött haza, és lemondtak róla, és a kórház pincébe tették le, és 2 hónapig a nagymamám ott pelenkázta, meg ott vitte neki az ételt. És nagyon sok személyes történetük van erről, mindenkinek más, sajnos általában ugye nyilván tekintve a háború végkimenetelét inkább tragikus történetek vannak. És nagyon szép dolognak tartom, hogy Szuhi Zsuzsi filmrendező barátnőm, aki jegyzi ezt a filmet, aki összehozta, nagyon sokat dolgozott azon, meg járt utána, hogy kiderítse, hogy hol lehet ez a gép, és hol érdemes keresni. És elindultak egy keresőcsapattal, meg mindenféle eszközökkel, és akkor végül is megtalálták a gép maradványait házak között, házak mellett, ott egy kis faluban, Dombkanyarban. És az emlékeket, meg személyes tárgyakat, gyűrűket, láncokat, úgyhogy sikerült is azonosítani Mocsári őrnagyot. És ugye amellett, hogy az másik személyes kapcsolódás a filmhez, nekem egy munkakapcsolat, mert engem kértek meg annak idején még Garami Gábor, aki már nem ilyen szegény. Ez nem a műsorvezető Garami Gábor, hanem a producer Garami Gábor, talán az egyik utolsó, hanem az utolsó munkája volt. Engem kértek fel arra, hogy írjak hozzá zenét, már magához a dokumentumfilmhez, és azt kérték, hogy írjak egy főcímdalt is, ami a vége főcímdal. És nagyon érdekes, hogy ez a főcímdal a mai napig az egyik kedvenc, és utána még annak idején a producer is, és a filmnek a főszereplője, Kocsis Gergely színész, aki a Katona József Színház egyik vezető színésze, és megkérdezte, hogy biztos, hogy ezt a jó dalt ilyenre fel akarod áldozni, egyszerűen csak oda akarod adni, nem akarsz ebből valamit csinálni. És hát mivel kifejezetten a Látlak odafenn című dalomat ehhez a filmhez írtam, azért úgy gondoltam, hogy nyilván nincs keresni valója máshol, egyébként az én műsoromban. Nem azért, mert nem játszanám el, hanem ez kifejezetten az a filmhez íródott, úgyhogy ott kell, hogy szóljon. És nagyon elérzékenyültem, mikor a filmrendező, a Zsuzsi mondta, hogy mikor megmutatták a Mocsári egy családnak, az őrnagy családjának leszármazottainak, akkor a családból mindenki elsírta magát, mikor hallották ezt a dalt. Igen, tényleg nagyon megható fenn a YouTube-on, úgyhogy érdemes megnézni. Érdekes, hogy egy ilyen apás filmet választottál, és én úgy látom így a közéleti tevékenységedben, hogy számodra ez az apasság, ez egy nagyon fontos téma. Sok gyereked is van. Neked mit jelent az apasság, vagy mit tudsz mondani az apaságról? Egyrészt azt gondolom, hogy az emberi létezésnek szerintem nagyon fontos attribútuma a nemiség. Szerintem nagyon fontos, hogy mi a nemünk. És ezt a társadalmi nemekkel egyetemben, vagy ettől függetlenül is mondhatom, szerintem nagyon fontos. És azt gondolom, hogy bár egyáltalán nem gondolom azt, hogy bárki hibáztatható azért, hogyha
hogyha ebben nem érzi azt, hogy egyértelműen állást tud foglalni, vagy egyértelműen ki tudja jelenteni, hogy férfi vagy nő ő maga. De ezzel együtt, hogy azt gondolom, hogy nem érdemelnek bántást azok, akik úgy születnek, hogy erre képtelenek, ettől függetlenül ezt egy rendellenességnek tartom, hogyha valaki nem tudja sajnálatos módon megállapítani, hogy ő férfi vagy nő, vagy nem sikerül neki ebben elhelyezni magát. Nem baj, így is kaptam ezért eleget. Azt gondolom, hogy az emberek alapvetően férfiak és nők, legalábbis az emberi fajon belül. Biztos léteznek egyébként olyan fajok, ahol léteznek mondjuk dolgozók, de ott is meghatározhatom, hogy mondjuk azok éppen nőstények, csak ivartalanok vagy nem képesek szaporodni. Ahogy ilyen egyébként az emberek között is van, de nincs ezzel egyébként baj, mert szerintem jó érzésű ember ezeket nem akarja bántani, vagy nem akarja vegzálni azokat, akik így élnek, vagy így születnek, vagy így identifikálják magukat. Én egyre kérnék mindenkit, aki ilyen, hogy arra viszonylag kényszerítsen rá senki mást, hogy az, amit ők éreznek, gondolnak, képzelnek magukról, másoknak is ugyanazt kell ilyen érezni, gondolni és képzelni róluk. Mint ahogy egyébként az élet ezernyi más vonatkozásában ez nevetségtárgya lenne. Tehát, hogyha én azt képzelem magamról, hogy én vagyok a világ legjobb gitárosa, akkor az én önérzetem megsértésére való hivatkozása nem követelhetem meg senki mástól, hogy ugyanezt akarja képzelni rólam, hogy én vagyok a világ legjobb gitárosa, úgyhogy ilyen hülyeségeket nem követelünk meg. Ettől függetlenül, ha én azt képzelem magamról, senki nem vonhatja meg tőlem azt a jogot, hogy én ha akarom, akkor képzeljem ezt magamról. Úgyhogy körülbelül így vagyok ezekkel a társadalmi nemek kérdésével is. Hogy egy nagyon férfias dolog az apasság. Így van, és azt gondolom, hogy több más férfi attribútum mellett az egyik legfontosabb, hanem legfontosabb az, hogy az ember apa akar lenni, illetve nőnél az, hogy anya akar lenni. Én magam kiskorom óta, tényleg kiskorom óta, mert nyilván az ember óvodás korában is már szerelmes, vagy kisiskolás korában is, kamaszkorában meg már még komolyabbra fordul a dolog, azt vettem észre így visszatekintve, hogy mindig az anyatípusokat kerestem. Tehát akiben nem tudtam belelátni ezt. Sőt, megfordítva, a mai napig én keserűen ki tudok ábrándulni egy amúgy lehet, hogy objektív paraméterek szerint gyönyörű nőből, hogyha azt látom, hogy mondjuk az anyasághoz nem úgy viszonyul, amit én egyébként egy nőről feltételezek, vagy ami nekem egy nőtől jó lesne. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy a nőknek így vagy úgy kell viselkedni, azt viszont én magam nagyon jól tudom, hogy nekem mi esik jól egy nőtől, és hogyha valakiben az nincs benne, akkor nyilván bennem kétségeket ébreszt a nőiessége. Szerinted akkor az apaság férfias, az anyaság meg szép? Vagy? Hát igen, azt tudom mondani, hogy az anyaság az tényleg szép. Tehát az biztos, hogy van egy ilyen vonzereje. Azt mondják, ugye én biológia kémiaszakos tanárként végeztem, tehát mint biológus talán egy picit, hogy is mondjam, hitelesen is megnyilvánulhatok ebben, ráadásul az etológia amúgy is érdekelt, meg az antropológia. És vannak bizonyos fitness faktorok, amik fölkeltik az emberi, az ellenkező nem érdeklődését. És a fitness faktorokhoz, ez nem a mai modern értelemben fitness szezon köze, a fitness faktoroknak nagyon fontos része, hogy vannak-e külsődleges jegyei annak, hogy mondjuk a másik fél, az én esetemben például egy nő, rendelkezik-e azokkal a vonásokkal, amik erősítik azt a benyomást, hogy ő jó anya lenne, akár fizikai, akár értelmi, akár érzelmi értelemben is, és valószínűleg férfiaknál léteznek ugyanezek a faktorok, amik lehet, hogy vonzók lehetnek. Igen, számára. És ezek mellett nem mehetünk el, hiszen a zsigereinkben van ez vésve, kódolva van genetikailag belénk, mint emberi lényekben, hogy emiatt tartunk vonzónak, vagy kevésbé vonzónak valakit, amúgy normálisan. Igen, de például azon sokat gondolkoztam, amikor ilyen tinédzser volt, vagy nem tudom, és akkor, hogy az nagy szerelem, és akkor mindig beszéltek erről, hogy nagy szerelem, de nekem például mindig összekapcsolódott a bizalommal, tehát hogy az nem működött, hogy én szerelmes vagyok a nem tudom milyen őrültbe, mert ha nem tudtam benne megbízni, akkor valahogy nem tudtam annyira szeretni, szóval szerintem ez is biztos valami. De érdekes, amit mondasz, nagyon sokat. Biológiai oka van, vagy lelki oka van, vagy nem tudom, de hogy egyszerűen azt tudtam szeretni, akiben meg is lehetett bízni. Mert hogy, és nekem erre nagyon konkrét tapasztalatom van, hogy ez a saját kapcsolataimból, hogy aki iránt bizalmatlan lettem, vagy nem bízhattam benne eléggé, az a szemembe beszennyeződött.
Tehát az én szememben a legszebb dolog, vagy a legszebb egyén is, akár férfi, akár nőbe tud szennyeződni azáltal, hogy nem bízom benne. Tehát, és azért használom ezt a szót, mert tényleg ezt érzem, tehát tényleg valami szennyességet érzek afelől az ember felől, akiben nem tudok megbízni. És emiatt nem is keresem a társaságát, vagy emiatt. Hát emiatt amúgy akár egy szerelem, vagy egy barátság egyik pillanatra a másikra meg tud szűnni. Emiatt az érzés miatt, hogy szennyesnek érzem azt, akiben nem bízom. Na most bizalom, kérdezhetnek tőlem az olvasók, és érkezett hozzád egy olyan kérdés, hát Cutor nem éppen egy demokrata, elég durva szövegei voltak a tavalyi választás előtt. Légy szíves, tisztázzuk, hogy te akkor mit szeretnél a fideszesekkel, vagy szeretnél, vagy mi volt az a félreértés? Nem tudom egyébként, hogy mire gondolják, hogy nem vagyok demokrata. Azt gondolom, hogy demokrata vagyok, bár a demokráciával ugyanúgy, mint ahogy szerintem a legtöbb fideszesnek is azért vannak fenntartásaink, mert azért mégis a demokrácia az a többség, az a többség diktatúrája, és ez annyira nem szimpatikus talán a legtöbbünknek, akik normális társadalomban akarnak élni. Én határozottan hiszek abban, hogy az egyéni képességek, a tehetségek, a munkabírás, az alkalmasság az, aminek elsődlegesen döntenie kell, akár egyéni szinten, akár egy céges szinten, vagy akármilyen vállalkozás, vagy kulturális tevékenység, vagy bármi más szinten abban, hogy valaki bizonyos pozíciókat betölthet, vagy sem, vagy bizonyos munkákat megkap, vagy sem. Talán ebben sem lehet nagyon kifogásolni. Én sokkal többet foglalkozom a köztársasággal, mint a demokráciával magával. Mert Magyarországon szerintem, és én soha nem is mondtam ilyet, hogy demokrácia hiány van, mert állandóan attól harsog az ellenzék, hogy demokrácia hiány van. Egyébként még az elején, ahogy bemutattál, még meg is akartam jegyezni, hogy mondtad, hogy politikailag nem azon a platformon vagyunk, viszont én nem tudom meghatározni, hogy milyen platformon vagyok. Az egyetlen dolog, amit mindig is éreztem, bármikor is felnőtt koromban, akár a rendszerváltás idején, akár az azóta bármilyen regnáló kormány idején, hogy én, mint felnőtt felelős szavazópolgár, a fennálló hatalomra számon kérően tekintek, és szerintem ez normális, és ez mindig is így lesz. És hogyha holnap, vagy 3 év múlva kormányváltás lesz, akkor nyugodtan számon kérheti bárki rajtam, hogy én valószínűleg az akkori hatalommal szemben is számon kérem, vagy arra a hatalomra is számon kérem fogok tekinteni. Tehát ezt lehet látni. Nekem inkább, csak visszatérve a kérdésre, egyáltalán nem a demokráciával van bajom, ez kétségtelen, hogy Magyarország egy demokratikus ország. Én biztosan, tehát nem is szoktam megkérdőjelezni azt sehol, hogy biztos választási csalás, nem gondolom azt, hogy választási csalással nyert a Fidesz. Egy nagyon, nagyon okos és ravasz kommunikáció az, amit folytatnak, ami nagyon-nagyon hatékony, nagyon sok választót az oldalukra állít, és akkor most abban nem akarok belemenni. De ez is egy jogos profizmus. Igen, profizmus, de azért így óvatosan kezelem, mert szerintem az is profizmus, ahogy Al Capone intézte annak idején Chicagóban a dolgait. Ez a demokrácia az is profizmus, ahogyan Goebbels intézte a propagandáját, az is egyfajta profizmus volt, de mégse gondoljuk azt, hogy az üdvözlendő. Tehát nyilván most ezek túlzó példák voltak. Na, de hogy nagyon túlzó. Tehát, hogy ugye maga a demokrácia ilyen, hogy ugyanannyit ér a te szavazatod, mint akárki szavazata, tehát, hogy nincs különbség. És ebből adódóan nyilvánvalóan valahogy el kell adni a kormányokat, és igen, ha megnézel egy amerikai választást, vagy egy magyart, vagy egy németet, olyan túl nagy különbség nincs, mindenhol úgymond ilyen showmenek vannak, iszonyat profi kommunikáció. Tudom, de nekem ez hamis, ez nekem olyan, mint a kereskedelmi televíziózás. Hát olyan. Hogy olyan ami vagy egy multicég, amikor reklámoz valamit, és tudjuk, hogy egyáltalán olyan. Nem az a... Jó, de vagy az értékes mind dolog abban, amit ők képviselnek. Mint törvényszerűek. Tehát milyen példákat mondtál, azok nem? Vagy igen, törvényesek, nem törvényszerűek, persze, törvényesek. Igen, de attól, hogy valami legális, meg nem biztos, hogy etikus, ezt nagyon jól jó, tudjuk. Az de. Nekem sokkal nagyobb bajom van, és itt az alapvető baj, a köztársaság hiánya. Tehát én akkor vagyok nyugodt, hogyha azt tudom, hogy egy köztársaságban élek. És még hogyha a neve az is, a köztársaságnak, és erre azért vannak tényleg látványosan jól működő példák, inkább a független intézményei, a valóban független intézményei egy köztársaság szabad működésében, a független intézmények a garanciák. Ezeknek az intézményeknek bíróság,
vagy éppen ügyészség. Most már lehet látni, hogy a fegyveres testületek, ami szerintem nagyon aggasztó, függetlensége is kétségbe vonható, és egy vagy éppen az oktatásai, nyilván a kultúráit szinte most már teljesen. Gyakorlatilag azt látom, mintha az lenne koncepció, hogy legyen mindenből egy, és ez engem ilyen nagyon baljós időkre emlékeztet, és ezt ugyan még lehet demokráciával valamennyi ideig fenntartani, sőt, biztos lehet olyan üzeneteket küldeni, hogy a szavazati arány az biztonságosan megmaradjon, de szerintem ez nem tisztességes, és ez engem aggaszt, és ezt egyébként a saját bőrömön is tapasztalom. Tehát az, hogy oké, hogy te elhívsz, de beszélgetni, de te amúgy is egy mértéktartó, és másokra is kíváncsi ember vagy, és meggyőződésből konzervatív. De nagyon jól tudjuk, hogy konzervatív oldalon, vagy a konzervatív oldalt, és a másik oldalt is nagyon sokan szolgálják olyanok, akiknek semmilyen elv nem szent, akik csak egzisztenciális megfontolásból szolgálják ezeket az oldalakat, és szerintem mindig ezek az emberek, akik a népnyúzó rendszerek kialakulásáért és fenntartásáért felelőssé tehetők, és nem te vagy nem én. Hát majd meglátjuk. De arra nem válaszoltál, hogy akkor te lenézed a fideszeseket, mondjuk miért azok mind ilyen, nem csak, hogy volt egy ilyen kommented, és azt kiforgatták, és te ezt csak ja, szeretném... Ja, arra gondolsz, amiről azt hazudták, hogy én fideszeseket akasztanék igen, fel? Nem, arra gondolsz. Hát ez konkrétan az történt, hogy vagy Pesti TV, vagy Hír TV, valamilyen műsorban, Jeszenszky, és még ki tudja, kicsoda volt benne, és az egyik ismerősömet ott hónapokig rendszeresen, bocsánat, hogy így mondom, de ők is így mondták, szardarabnak nevezték. És én rájuk mondtam azt, vagy rájuk gondoltam azt, hogy ezek olyan emberek, akik nyilván a hatalomnak a védelméből kiabálnak most ki, és szerintem méltatlanul, nagyon alpári stílusban és trágár módon, amúgy tisztességes embereket szidnak vagy járatnak le, de egyébként lehet bármilyen tisztességes embert bármennyire kritizálni, de ennyire alpári becsületsértő módon szerintem azért nem illik. És én azt gondoltam, hogy ha majd mindenkinek lesz egy olyan ismerőse, akit ez a banda ilyen jelzőkkel illet, és tudjuk róluk, hogy egyébként nem tisztességtelnek, ha majd mindenkinek lesz egy ilyen ismerőse, akkor majd lehet, hogy megindul a nép, és akkor úgy járnak ők, mint ahogy jártak annak idején a nyilasok, vagy éppen a pufajkások. És hát nyilván azok közül se járt úgy mindenki, hogy felhúzták őket, de én nem, ki sem mondtam ilyet, és nem is gondoltam arra, és nyilván nem a Fidesz szavazók egészére gondoltam, hanem azokra az emberekre, akik ezeket az aljas tetteket elkövetik, és nem hiszem, nyilván... hogy és a mai napig így gondolom, hogy elkövetkezhet az a néparag, az az indokolatlan környező országokhoz képest kétszeres, háromszoros infláció, vagy fizetés, csökkenés, reálérték, csökkenés, vagy olyan elnyomás, vagy annyiszor szembesülünk azzal, hogy most már nem a tudásunkat, vagy a képességeinket akarjuk növelni, hanem a kapcsolatainkat akarjuk erősíteni ahhoz, hogy megkapjunk egy munkát. Elérkezhet az az idő, amikor az embereknek majd fogcsikorgatva elegük lesz, és így megindulnak. Az is lehet, hogy nem fog elérkezni, az is lehet, hogy nagyon messze vagyunk ettől, de nem tartom kizártnak, mert nagyon sok keserűség és nagyon sok harag van amiatt, hogy tisztességes embereket érnek. De jó, nagyon alpári bántások. Olyan alpári bántások, amiket amúgy valószínűleg te se vernél soha a szádra, és én sem. Tehát mondjuk bármennyire nem értek egyet mondjuk egy-két Orbán intézkedéssel, soha eszembe nem jutna, hogy őt vagy a gyerekeit alpári jelzőkkel illessem, és soha nem is történt ilyen. Mert hogy nem ez a lényeg. Vagy soha eszembe nem jutna, hogy én mondjuk az ő testalkatára tegyek egy megjegyzést, hiszen egyáltalán nem ezzel van bajom, hogy Orbán Viktornak milyen a testalkata, vagy hogy a gyerekeinek milyen a szexuális orientáció. Egyáltalán nincs ezzel sem bajom, és semmi közöm hozzá. De ráadásul, tehát hogy azért nem bánod, hogy egy ilyen kommentet írtam, mert most az, hogy azért most nem azt bánom. Leírni, hogy majd a végén kapára, kaszára elindulnak az emberek, és itt akár embereket fognak ölni az utcán, ez tök durva, ha én nem, gondolsz. De én ezt se írtam. Én azt sem írtam, hogy mondta, nehogy... De most sőt, mondtad, ez egy felszólítás, hogy nehogy az történje. Ráadásul egyébként az én kommentemben is így szerepelt, hogy nehogy az legyen a vége, hogy az emberek majd ezt meglépik. És én azért bánnék sokkal mértéktartóbban, még a hatalom oldalán
lévő média személyiségeknek is szól ez a javaslat. Azért bánnék sokkal óvatosabban ezekkel a kijelentésekkel, mert lehet, hogy 4 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva, de biztosan számon fogja kérni valaki rajtuk azokat, hogy ők annak idején tisztességes emberekkel így beszélgettek, és hát, így beszéltek róluk, és így viselkedtek. Egyébként valami, én azt gondolom, hogy a magyarok senkit nem kérnek számon. Tehát ott volt 2006, én azt hittem, hogy Gyurcsány Ferenc soha többet nem tud kimenni az utcára, úgyhogy valaki be ne szóljon neki. Én meg látod, azt gondolom, én nekem meggyőződésem, hogy például Gyurcsány Ferencet határozottan a NER tartja életben. Mert ellenzéki oldalon sem olyan népszerű, és hogyha a NER igazándiból bele akart volna állni Gyurcsány Ferencbe, akkor az ő érdekeltségeinél már rég ott lenne a GVH, rég ott lenne a NAV, mint ahogy nála sokkal ártalmatlanabb, de potens ellenzéki jelöltek érdekeltségeinél bizony ott vannak. Úgyhogy szerintem a NER kezében arra... Jolly Joker a Gyurcsány Ferenc, és amíg a NER-t fönn akarják tartani, addig nem tudom, talán az életemet merném adni rá, hogy addig biztos lesz Gyurcsány Ferenc is. Azt nem tudom, hogy miért nem ítélik el, az egy nagy rejtély, az valóság, de csak én azt akarom mondani, hogy ő, amiket elkövetett, ráadásul ugye, akik erőszakosabbak általában a szélsőjobb, és mégis, tehát az ellen tett, vagy hát ő az ő csoportjuk ellen is sok emberrel tett, és mégis szabadon mászkálhat Gyurcsány Ferenc testőrök nélkül. Ezt csak arra mondom neked, hogy egy ilyen esemény után... Számomra is ugyanilyen furcsa és után... érthetetlen, igen. És ez is csak inkább azt igazolja, vagy nyilván ebben nem lehetünk biztosak, de hát azért nagyon sok dolog azért az, aminek látszik, és ez nagyon olyan olyasminek látszik, mintha a NER-nek égető szüksége lenne arra, hogy Gyurcsány Ferenc, mint egy mós, fönnmaradjon és létezen, és lehessen rá mutogatni, és lehessen vele ijesztgetni. De hogyha ő börtönben van, vagy őt elítélik, vagy az ő gazdasági vállalkozás itt láthatóan letérdepeltetik, akkor majd nem lehet vele ijesztgetni, és akkor kivel fog ijesztgetni a Fidesz? Én remélem, hogy majd börtönben lesz. De ezt csak azért kérdezgetem, mert szerintem én nekem az a elképzelésem, hogy igazából a magyarok nagyon békések. Tehát itt annyi is. Mindent lenyeltünk, és annyi minden átment most 2006-ot és bármit belevéve. Viszont az interneten, meg ott ilyen nagy kutyák, tehát ott ami megy verbálisan, az brutális. Tehát tényleg, én nem tudom, hogy te hogy kezeled ezeket a dolgokat. Én reggeltől estig csak így nyomom a tiltógombot, mert már egyszerűen nem tudok mit kitalálni, mert közben meg annyi értelmes, kedves ember oda kommentel, meg mindent, tehát hogy olyan rossz lenne elvenni a kommentelés lehetőségét, vagy a beszélgetés lehetőségét, meg rengeteget kapok a kommentekből, meg új ötleteket, de ugyanakkor meg egyszerűen muszáj, mert még a legszimpatikusabb 80 éves néni vagy bácsi is olyanokat tud kommentelni, hogy nem hiszem el, tehát BTK kategória. Hát, de úgy látszik, hogy a Facebooknak ez sem nagyon szúrja a szemét, mert egyszer-kétszer jelentettem ilyen tényleg életellenes kommenteket, vagy ami a gyerekeim meg a feleségem ellen tényleg alpári trágár fenyegetések voltak benne, és egyetlen egyszer sem találta a Facebook úgy, hogy ez egyébként szabály. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem találták úgy. Ami mondjuk a szeretteim ellen irányul, ilyen támadás, azokat szoktam tiltani, hál' Istennek nincs olyan sok, ami a személyem elleni, ezt általában ott hagyom példának, így okulásképpen, lássátok, hogy így beszéltek ti, vagy hogy ilyenek is vannak, hogy lássák, és vannak olyan posztok, ami alatt sok van. Az én posztjaim alatt csak akkor van nagy fenyegetőzés, meg trágárkodás, hogyha egy-két nagyon elkötelezett, szélsőséges kormánypárti, vagy szélső jobboldali, így hívom, alsó jobboldali oldal megosztja a saját interpretációjában az én posztomat, és akkor utána hirtelen egy varázsütés, egy megjelennek ott vagy a megafonosok, vagy a, mit tudom, a magyarok nyilai, vagy a, nem tudom, volt olyan, de azokkal azóta már rendeztük, konszolidáltuk a viszonyt, de volt ilyen a szurkolók az állatokért. Egyszer kitettem egy ilyen posztot, mikor a petárdásokat és az családtagjaikat teljesen olyan aránytalanul fenyegették, hogy ezt szülőként egyébként elfogadhatatlannak tartom, tehát mikor valakinek a gyerekét akarják kivégezni azért, mert ő elkövetett valamit, akkor azt gondolom, hogy állj eddig és ne tovább, és ugye ezért született a poszt. Na mindegy, de és mindig valami torz interpretációval teszik ki
És az én posztjaim alatt mindig csak ilyenkor jelennek meg gyűlölködések, de én már sportot űzök abból, hogy aki ténylegesen fenyeget, és akkor mondjuk most a legutóbbi az ilyen volt, hogy persze itt nagy a pofád, de hogyha lejönnél a boxterembe, akkor biztos kussolnál, és akkor mondom, hogy igen, akkor tessék, itt és itt várlak, ebben a boxteremben várlak, nagyon nagy szeretettel várom, hogy írd meg, hogy mikor jelensz meg, és akkor ott találkozunk, és teljes csend után. Tehát én akkor tényleg vállalni kéne a felelősséget azért, amit mond, vagy hogy tényleg megfenyegetés, akkor mondom, hogy akkor kard, kikard, akkor tessék, ide tessék jönni. Akkor itt tessék megmutatni. És akkor ott várunk nagy szeretettel, akkor 100-ból 100-szor szűkölés van, menekülés. És ez nem visszafenyegetés, én nem fenyegetek meg senkit. De ha valaki megfenyeget, az tényleg az életével játszik minden értelemben. És nem, hogyha megpróbálja beváltani a fenyegetését. De családodat egyébként nem félted, mert én azért nem rakok ki. Engem egyszer a Bajár Zsolt írta ki a blogjára, hát ő is ugye a kormánypárt alpárisak zászlóvívője. És egyszer kiírta a blogjára, hogy engem nagyon kéne verni, és akkor volt az, hogy tettem egy feljelentést, és akkor mondta nekem a jegyzőkönyvet felvevő rendőr, hogy úgy se lesz semmi, mert valakik, akik fölötte állnak, úgyis el fogják sikamikálni. És hogy nekem valamilyen típusú közszereplőként akár ezt is el kell tűrnöm, egyébként nem kellene, tehát jogilag nem kéne eltűrnöm. De azt mondta, hogy ez kiváló alkalom arra, hogy önvédelmi fegyverre beadjam a fegyverviselési engedélyt, és bárki csak úgy kérdez, vagy olyat mond, hogy ott csinál velem, akkor élhetek ezzel a lehetőséggel és jogommal. Úgyhogy megköszöntem neki ezt a lehetőséget. És van önvédelmi fegyver? Van. Hát akkor azért ez elég durva, hogy itt tartunk, hogy hát valaki, aki én azt ír gondolom, a közéletben. Igen, de hogy az, hogy ez az ország itt tart, és az, hogy a hatalmon lévők amúgy tisztességes és tisztességesen kommunikáló embereket ilyen módon megfenyegethetnek, és hogy mondjuk a béke menet egyik arca egyébként ilyen módon fenyegethet életveszélyesen, vagy életveszélyesen, tehát az én agyonverésemre szólíthatja föl az ő híveit, és annak nem tud rendőri és jogi következménye lenni Magyarországon, és a rendőrök adnak nekem tanácsot ahhoz, hogy viszont amúgy legálisan, hogy védhetem meg magam, ez viszont a fennálló rendnek. Ha úgy tetszik, a köztársaság látványos jó, hát hiányának sajnos, a következménye Magyarországon. Sajnos ez, tehát a Facebook ilyen, tehát most vagy a mai világ ilyen, tehát panaszkodhatnék fordítva, hogy engem meg a baloldalra ki rendszeresen, és akkor kapom jó, a csak nem ők vannak hatalmon, és ez óriási különbség. De ugyanúgy kapom ez a fenyegetéseket. Tehát, hogy maga a világ egy ilyen kirakós, pellengére állítós, és szerintem ezzel nagyon nagy különbség, hogy valaki a saját szakállára fenyegetőzik, vagy valaki a kormánypárt jó, csak annak szócsöveket, tehát azt a kormánypárt szócsövekért és egyetértek, csak azt akarom mondani, hogy nagyon nagy az újságírók felelőssége, hogy rendszeresen szemléznek embereket, de nem szemléznek, úgy eltorzítva szemléznek, pellengére állítják, és nem gondolnak arra, hogy ez milyen iszonyat gyűlölet hullámot indít el, és milyen, és konkrétan veszélyezteti annak az embernek az életét, akitől kiraknak egy ilyen gondolatot, vagy megfenyegetik, vagy... Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, sajnos letelt a fél óránk, de ugyanakkor nem beszéltünk arról, hogy vannak ügyek, amiben közösen gondolkozunk, kicsit érintettük a gyerek témát, de abban közösen gondolkozunk, és remélem, hogy lesznek még közös ügyeink. Én is remélem.